Kolek Ildikó és Kis Gabriella a vendégem. Szeretettel köszöntöm Önöket a stúdióba, az Árszakra Fesztiválról fogunk beszélgetni. Köszönjük a meghívást. Szeretettel köszöntjük a nézőket is. Mi is köszönjük szépen a meghívást is, illetve több programon ott lesz a Katolikus Televízió, és már egyébként forgattak is a kollégák, ezt láthatják a nézők is. De menjünk vissza egy kicsit a kezdetekre, hogy 12 évvel ezelőtt hogy kell elképzelni? Néhány barátnő összejött, és valakinek a fejéből kipattant az ötlet, hogy kellene egy fesztivált létrehozni, ami szakrális művészetekről is szól. 2007-ig kell visszamennünk. 2007-ben volt Budapesten a Városmisszió. Bécs, Párizs, Lisszabon és Brüsszel után Budapest volt az ötödik város, aki megrendezte, illetve Erdő Péter bíboros úr vállalta, hogy megrendezzük ezt a városmissziót, és sokat gondolkodtunk Dragonics Mártával és Torockai Ilonával, kurátortársaimmal, hogy mivel tudnánk mihez a városmisszióhoz csatlakozni. Mindketten belső építészek, és úgy gondolták, hogy kulturális események szervezésével tudnánk a legjobban csatlakozni a városmisszióhoz, és abban az évben csak Budapesten talán 37 programunk volt, és nagyon nagy sikere volt, akkor még Szakrális Művészetek Hetének hívták ezt a kezdeményezést, és olyan sok dicséretet kaptunk, hogy bátorságot merítettünk, és 2008-ban megalapítottuk az Árszakra Alapítványt, és azóta, mint alapítvány szervezzük először Szakrális Művészetek Hetét, és most már többedik éve az Árszakra Fesztivált, ami most már 9 napossá nőtt. Visszamenve a kezdetekhez, 12 évvel ezelőtt elkezdtek 37 programos fesztivált, és akkor ahogy jöttek az évek, úgy növekedtek a programok, a résztvevők, a bevont művészek, igen, illetve most már a határainkon túl is kapcsolódnak, igen, a programokhoz. Tehát apró változtatásokat kell évről évre elképzelni? Nem. Kezdetekben nagyon-nagyon dinamikus volt a fejlődés, mert az első évben csak Budapest, a következő évben már kiléptünk Budapest területéről, és már országos programmá vált, és azt gondolom, hogy évről évre nem, hogy megduplázódott, hanem szinte megtriplázódott a programoknak, a helyszíneknek a száma, és eljött az a pillanat, amikor kiléptünk az ország határain túlra, és már határon túli magyar lakta településeken is szerveztünk programokat, egészen 2019-ig, ahol most már több mint 400 helyszínen, hát talán mondhatom, hogy most már 700 vagy 800 programunk is van. Szinte naponta nő ezeknek a száma, mert éppen ma reggel láttam, hogy még valaki feltöltött egy programot a honlapunkra, ami több mint valószínű, hogy az utolsó napokban lesz. Tehát ha a honlapunkat böngészik, akkor egészen különleges programok között válogathatnak. Ezt én is tudom több példával is tanúsítani, mert gyorsan beütöttem az otthonomat én is, hogy lesz-e valami, és néztem, hogy igen, lesz, de a templomba pont nem erre hazamegyek, hát volt. És ugyanígy Józsa Juditot is nem sokára vendégül fogjuk látni, és ő is mondta, hogy igen, én csak egy programmal szereplek, ugyanakkor 3 megnyitó és 5 megnyitó is lesz a stúdióban, úgyhogy biztos van olyan, aki időhiány miatt nem töltötte föl, tehát akkor jóval többről, mint 400 programról beszélhetünk, és idén mindig próbálnak valami kuriózumot bevinni, ha jól tudom, idén a nyitott templomok napja volt ez a különlegesség. Így van, hál' Istennek nagyon sokszínű a program kínálat évről évre. A nyitott templomok napja olyan szempontból nem számít kuriózumnak, hogy minden évben hagyományosan a fesztivál első napja a nyitott templomok napja is egyben, de különlegesség, hogy ebben az évben zsinagógák is csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez, úgyhogy tényleg mindenki találhat magának kedvére való programot, és ami nekünk nagyon nagy öröm, és fontos is, mert a célkitűzéseink között szerepel, hogy egységben a hagyományos történelmi felekezetekkel együtt mutassuk fel ezeket a kulturális értékeket.
Kik azok a művészek, azok a különleges intézmények, akik még idén is ott vannak az Árszekre Fesztivál keretében, tehát hogy őket is sikerült megszólítani az ökumené jegyében? Én azt gondolom, hogy a kezdetek óta vannak olyan művészek, és vannak olyan intézmények, akik résztvevői az Árszekre Fesztiválnak. Mindig Bogányi Gergelyt említjük, mint a fesztiválnak az egyik arcát. Ő minden évben résztvevője az Árszekre Fesztiválnak, de említhetnénk Klukon Editet és Ránki Dezsőt, a Szent Efrém férfi kart, Sebestyén Mártát, a Kaláka együttest, a Misztrál együttest, Lovász Irén idén újra fellépője a fesztiválnak. Hogyha Lackfi János, Szabó T. Anna, aki idén férjével, Dragomán Györggyel fognak fellépni a Lóvasút rendezvény központban, de a helyszínek között főleg a múzeumokat említhetném, mert minden évben a Magyar Nemzeti Múzeumot otthont a megnyitónknak, és ha mással nem, akkor az állandó kiállításukban tárlatvezetéssel csatlakoznak a fesztiválhoz, illetve idén is lesz egy kézműves foglalkozás a Nemzeti Múzeumban két fiatal képzőművésznek a vezetésével, de említhetjük a Bibliai Múzeumot, a református templomok, az evangélikus templomok, a zsinagógák mind helyszínül szolgálnak az Árszekre Fesztiválnak. És Gabriella, neked van esetleg olyan különleges programod, amire hangsúlyt szeretnél fektetni, vagy mindenképpen kiemelnéd, hogy te ott leszel, és ez éppen a te érdeklődési körödnek megfelel? Hát nagyon nehéz ilyen sok program közül kiválasztani kedvenceket. Mindig, amikor elmegyünk egy-egy programra, akkor szembesülök azzal én is, hogy milyen értékes dologról van szó, vagy milyen értékes programokról van szó, és nagyon nehéz lenne egyet-egyet kiemelni, de éppen volt egy különleges programunk az elmúlt hétvégén, Bősze Ádám zenei antikváriuma egy nyitott műhelynappal készült, és kulissza titkokba bepillantva vehettünk részt egy nyitott műhelyi alkalmon, ahol a könyvrestaurálás rejtelmeibe vezetett be minket Bősze Tímon. Hát nagyon izgalmas program volt. De ugyanígy említettem már, hogy a zsidó felekezet nagyon aktívan bekapcsolódott idén a fesztiválba. Ők kiállításokkal, többek között egy Hassene, úgynevezett esküvő kiállítással is jelen vannak egész héten. Ugye a zsidó esküvő az egy nagyon sokrétű, sok szimbólumot tartalmazó, mély jelentéstartalmú szertartás. És ennek a folyamatain vezetnek végig minket ezen a kiállításon, ez is nagyon izgalmas. Az idei fesztivál a felkészülés jegyében zajlik, ezt a mottót is adták végül is, ha jól láttam a honlapon. Mire kell felkészülnünk? Jövő évben lesz az 52. Eukarisztikus Világkongresszus Budapesten, és egy kicsit megpróbálunk erre felkészülni. Jövőre ugye az Eukarisztikus Világkongresszusnak a mottoja az lesz, hogy minden forráson belőled fakad, és ezzel a legyenek minnyájan egyek, egy kicsit az ökumené jegyében szeretnénk most a történelmi egyházakhoz fordulni, és közösen szeretnénk bemutatni közös kulturális értékeinket. Remélem sikerrel. Hát szerintem böngészgetve a honlapot elég nagy a siker, hiszen nagyon jó a részletes kereső is, tehát napra is lehet keresni, programra is, helyszín alapján, vagy hogy koncertet szeretnénk, vagy esetleg irodalmi műsort, úgyhogy a nézőinket bátorítsuk, hogy az ars-szekre.hu oldalon mindent meg tudnak találni. Így van, nagyon jó, hogyha a honlapunkról tájékozódnak a kedves vendégek, mert a programfüzetünk ugye az már lapozható, látható, országszerte terjesztettük őket, de vannak programok, ahogy Ildikó is mesélte, amelyek csak most jelentkeztek a fesztiválhoz, úgyhogy ezeket az eseményeket már csak a honlapunkról
tudják megtekinteni az érdeklődők, úgyhogy tudjuk javasolni, hogy az esetleges programváltozásokról és minden egyéb részletről, főként ugye itt nagyon fontos megemlíteni a regisztrációnak a lehetőségét, számtalan program van, ami előzetes jelentkezéshez kötött, ezeket is mind a honlapunkon tudják megtenni, illetve tájékozódni tudnak ott. Még egyet szeretnék hozzáfűzni, azért is fontos, hogy a honlapunkról tájékozódjanak, mert például lesz egy csodálatosan szép záró szentmiséje az Arszakra a fesztiválnak, és ez sincs a programfüzetünkben, mert túl későn derült ki ez a program, aminek a különlegessége, hogy a budapesti vonósok fognak ezen a záró szentmisén szolgálni, és ez persze Szent Imrén lesz a Szent Imre templomban, 22-én 18 órakor mindenkit szeretettel várunk. Egy ekkora fesztivál, egy Kárpát-medencei fesztivál megrendezése és koordinálása biztos, hogy azért eléggé stresszes lehet. Tehát most félretéve a bonyodalmakat és a lehetséges buktatókat is, hogyha például mondjuk elmarad valami, de azért kell ezt felügyelni. A kérdésem az, hogy azért 12 év alatt ezeket a szervezési gondokat félretéve mi az, ami önöknek adott, egy pluszt adott ez a fesztivál? Nekem ez nagy öröm, hogy ezt a fesztivált tudjuk szervezni, ezt mi misszióból csináljuk, hárman a kuratórium tagjai, mindig vannak segítőink, most a önkéntes segítőnkkel együtt heten vagyunk, akik ezt az egész fesztivált szerveztük. Természetesen nem szeretném azoknak a munkáját lekicsinyelni, akik önkéntesen szervezték a programokat a helyszíneken. Ugye rengeteg olyan program van, amit nem mi szervezünk, hanem amit befogad a fesztivál, és mindig hálásan gondolunk azokra az emberekre, akik ezeket a programokat megszervezik. Én azt gondolom, hogy ez csak örömmel és elhivatottsággal lehet csinálni, másképpen nem. Hát én még nem vagyok olyan régóta a csapatban, most a második fesztivált szervezem a kuratóriummal, a hölgyekkel és a csapattal. Úgyhogy elsősorban azt hiszem, hogy őket említeném meg, a hármójuk barátságát, a közös ebédeinket, ezt látni kéne. Nagyon jó kis csapatépítő alkalmak ezek mindig. De ezen kívül azért a fesztivál és a programok azok, amik engem is nagyon megérintenek. És mindig átérzem azt, hogy elhangzott itt a misszió szó, hogy az Arszakra Alapítvány tevékenysége egy kulturális misszió. És ebben részt venni azért ez egy nagyon nemes feladat, és nagyon szép feladat, és hát nagyon örülök, hogy adhatjuk ezeket az élményeket az embereknek. És amikor lezajlik a fesztivál, most szeptember 22-én vasárnap van vége egy záró szentmisével, koncerttel, ilyenkor már leülnek és összegeznek utána, a jövőre is gondolnak, ugyanakkor összefoglalják a sikerességet is, és a sikerességen úgy értem, hogy miben mérik, tehát hogy minél többen vesznek részt a programon, vagy mondjuk egy kárpát-medencei, vagy kárpátaljai réten álló templom, aminek mondjuk nincs már gazdája, de az is kinyitja a kapuit. Tehát így mérik a sikert, hogy idáig is elér a kezük, és az emberek ott is látni szeretnék a templomokat? A kuratórium elnöke Dragonics Márta szokta mindig mondani, hogy nincs teljesítménykényszer nálunk. Nem az a lényeg, hogy hány program, hány helyszín, hány ember, hanem az, hogy mennyire tudjuk az embereknek a szívét megszólítani, hogy hány embernek a lelkéhez tudunk a programokkal eljutni, és nekünk a legnagyobb öröm az, hogyha visszajelzést kapunk, hogyha kapunk leveleket, vagy egy telefonhívást, vagy ha találkozunk valakivel, és azt mondja, hogy olyan csodálatos élményben volt részem, vagy azt mondja, hogy elsírtam magam azon a koncerten, mert annyira megérintett. Igazából nekünk ez a mérce, vagy ez jelenti azt, hogy amit csinálunk, azt jó csinálni, és azt érdemes csinálni, és érdemes folytatni. És azt mindig elfelejtjük mondani, hogy ezek ingyenes rendezvények,
tehát nem kerül senkinek semmibe a legfantasztikusabb koncertek sem. És azt hiszem, hogy a mi barátságunk is egy nagyon-nagyon fontos mércéje, hogy ennyi 12 év alatt is sikerült ezt a barátságot megtartani, és nincsenek olyan problémák, vagy nincsenek olyan nehézségek, ami ezt az egységünket megbontaná. Hát legyen így. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és így invitálták a nézőket a fesztivál programjaira. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük a meghívást.